kis testünk nézni, balról érkezik a légtérbe. Az amerikai légierőnek tehát ami terhet vihet magával, plusz ehhez jön még természetesen az üzemanyag. Tehát hatalmas a terhelhetősége, de képes nagyon rövid pályákon, nem is annyira előkészített csúcsokon, egyáltalán nem is szilárd pályákon felületén leszállni és kitenni a terhét közvetlenül a frontvonal mögött. Ez a nagy különlegesség a C-11-esnek. Most jól látják a gépet közeledni lassan. Én úgy látom, hogy leszállok konfigurációban, meg kijönnek a futói is. Mint ahogy látni fogják, a főfutó oldalt jó néhány kerékből állnak, tehát a gépnek a hatalmas súlya nevőletesen jól kellemesen elosztik. Mintha leszállás lenne belőle, de ebből szerintem touch and go, illetve go and lesz, majd meglátjuk, hogy egyáltalán földet érnek-e a kerekek vagy sem. És közben az is egy érdekes dolog, amennyire csendes a vétán földet ért ezt a pillanatban, gondol a pályán és ebből nem is tovább a C17-es 4. Olyan
Ez a pillanat, hogy csinálhatom, hogy ez a pillanat, hogy csinálhatom, hogy ez a pillanat, hogy csinálhatom.